A Magyar Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott 58/2000-es számú határozatában, hogy február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ezen a napon emlékezünk a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. A képviselőtestület és az ülésen jelenlévők egy perces néma felállással adóztak az elhunyt áldozatok emlékének. A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntésekre került sor. Elsőként Papp Bernadettet köszöntötte Szepesi Tibor polgármester a képviselőtestület nevében, aki a Las Vegas-i online fodrászversenyen három kategóriában a kaszinó hajstílus, az esküvői hosszú és az esküvői hajkony kategóriában első helyezést ért el. Ezt követően Elek Esztert, a Karcag Testvérvárosaiért közalapítvány elnökét, aki 2023. február 8-án Szolnokon vehette át a Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által 2019-ben alapított Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Civil Díjat. Továbbá köszöntötte Fülöp Gábort, az Agrosprint ZRT tulajdonosát abból az alkalomból, hogy a Siófokon 2022. november 30-án megrendezett 2022. évi agrárszektor konferencián az Agrosprint ZRT az év agrárberuházása elismerésben részesült. Továbbá a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing tagozat által szervezett az év honlapja pályázaton agrár kategóriában az Agrosprint a Jégbezárt frissesség weboldala minőségi díjat kapott. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalása következett, amelyek közt első a Karcagváros önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására tett javaslat szerepelt. Ezt a testület egyhangulag elfogadta. Második napirendi pont a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013-as önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat, amit szintén egyhangulag fogadott el a testület. Ezt követően a Dirini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása volt soron, amit úgy szintén egyhangulag került elfogadásra. Szokásos februári napirend, mivel jogszabályi előírás az, hogy a kulturális intézményeknek február végéig beszámolóban kell a képviselőtestületet tájékoztatni az elvégzett munkáról, illetve az évi munkatervét beterjeszteni elfogadásra a képviselőtestület, mint fenntartó felé. Ennek a jogszabályi kötelezettségének tett eleget a napirend keretében a Dirini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár. Ehhez kapcsolódott a negyedik napi rendi pont, amely a Dirini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 2023. évi munkatervének jóváhagyására tett javaslat volt. Szepesi Tibor polgármester elismerését fejezte ki, és megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának, egyrészt a beszámolóban, másrészt pedig a munkatervben szereplő kulturális rendezvények megvalósulását, hiszen, ahogy elmondta, nagyon sokrétű és nagyon sokszínű az a munka, amely elvégzésre kerül. Ötödik napirendi pont a Györfi István Nagykun Múzeum 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló volt. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeum igazgató kiegészítésében elmondta, hogy Szepesi Tibor polgármester személyes hozzájárulása által bővülhetett a múzeum gyűjteménye Soltész Fodrász, valamint Tyukodi László hagyatékának beszerzése által. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. Hatodik napirendi pont a Györfi István Nagykun Múzeum 2023. évi munkatervének jóváhagyására tett javaslat, amelyet szintén egyhangulag fogadott el a testület. Szepesi Tibor polgármester megköszönte a múzeum valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkáját. Hetedik napirendi pont a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatói állásának pályázati meghirdetésére tett javaslat volt, amely szintén egyhangulag került elfogadásra.
Nyolcadik napirendi pont az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló volt, amely úgy szintén egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a karcagi polgármesteri hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a testület, amelyet szintén egyhangulag fogadott el. Szepesi Tibor polgármester megköszönte Rózsa Sándor jegyző és valamennyi munkatársa fáradtságos munkáját, amelyet a 2022-es év során végeztek. Tizedik napirendi pont Szepesi Tibor főállású polgármester szabadságolási tervére tett javaslat volt, amelyet egyhangulag fogadott el a testület. A 11. napirendi pontnál Szepesi Tibor polgármester nem kívánt jelen lenni, így Gyurcsek János alpolgármester vette át a helyét. A napirendi pont ugyanis Szepesi Tibor főállású polgármester kafetéria juttatására vonatkozott, amelyet egyhangulag elfogadott a testület. A következő napirendi pontnál ugyanezen oknál fogva Gyurcsek János alpolgármester nem kívánt jelen lenni, amely Gyurcsek János főállású alpolgármester kafetéria juttatására vonatkozott, és szintén egyhangulag került elfogadásra. 13. napirendi pont a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylésére tett javaslat, amellyel a tavalyi év során is élt az önkormányzat. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a Kovács Mihály Alapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslat következett, amely szintén egyhangulag került elfogadásra. 15. napirendi pont a Karcagért közalapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslat, amely a kuratórium titkára, valamint felügyelőbizottsági tagjainak személyében bekövetkezett változásokra tekintettel volt szükséges a határozatot elfogadni, amely egyöntetűen megtörtént. 16. napirendi pont a Karcag testvérvárosaiért közalapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslat volt, amely egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően az egyes állami tulajdonban álló ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére tett javaslatot tárgyalta a testület, amelyet egyhangulag fogadott el a testület. 18. napirendi pont az energiaárak emelkedésével összefüggésben szükséges döntések meghozataláról szóló 2008/2022-es önkormányzati határozat módosítására tett javaslat volt, amely szintén egyhangulag került elfogadásra. 19. napirendi pont a Karcagváros településrendezési eszközeinek 2022. évi első módosításához kapcsolódó helyi partnerségi egyeztetés és etér felületen történt partnerségi véleményezés lezárására tett javaslat volt. A napirendi pont 3 nem mellett elfogadásra került. 20. napirendi pont a Karcagváros településrendezési eszközeinek 2022. évi 2-es módosításához kapcsolódó helyi partnerségi egyeztetés és etér felületen történt partnerségi véleményezés lezárására tett javaslat. Ez a Berekfürdői kerékpárút meghosszabbításáról szóló előterjesztés és határozat, amely egyhangulag került elfogadásra. 21. napirendi pont a Karcagváros településrendezési eszközeinek 2023. évi első módosításához tartozó módosítási célok elfogadására a településrendezési eljárás megkezdésére tett javaslat volt, amelyet szintén egyhangulag fogadott el a testület. 22. napirendi pont a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára tett javaslat volt. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. 23. napirendi pont a Javítse jegyet című pályázaton való részvételre és a Kamasz barát önkormányzat cím elnyerésére tett javaslat, amelyet úgy szintén támogatott a testület. 24. napirendi pont a Karcagváros állatorvosi ügyeletének megszervezéséről szóló 305/2019-es képviselő testületi határozat módosítására tett javaslat, amely szintén egyhangulag került elfogadásra. A 25-től 29. napirendi pont zárt ülés keretében került megtárgyalásra. 30. napirendi pont a törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére tett javaslat, amelyet egyhangulag szavazott meg a testület.